Szeretettel üdvözöllek, Galambos Balázs vagyok a Szépen Vállás Központ egyik alapítója és egyik ötletgazdája. És ma szokásomhoz híven egy húsba vágó témát hoztam nektek. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezt a videót meg fogják nézni a fiatalok, és ezt a videót meg fogják nézni azok, a, azok az édesanyák, édesapák, akiknek a gyereke már le kellett volna váljon, de még nem vált le róluk. Én arra kérlek téged, hogy ha látod ezt a videót, küld el ezeknek az embereknek, mert ma a Mama Hotelről fog beszélni. Megdöbbenve olvastam azt a statisztikát, hogy ami 2017-ben készült Magyarországon, hogy a 16 kötője 29 éves fiatalok 70, azaz 70 százaléka még otthon él. Ennek nyilván vannak gazdasági okai, hiszen nagyon nehéz önálló lakást vásárolni, ugye Magyarország az az ország, ahol mindenki a lakásba tulajdonosként gondolkodik, még ugye főleg Nyugat-Európában, albérletekben élnek az emberek, és, és nyilvánvaló, hogy itthon is nagyon sok albérletező fiatal van, és ugye irreálisan magasak az albérleti árak, már most a karantén időszak miatt lehet, hogy egy kicsit normalizálódni fognak, de azért az, hogy, az, hogy a 16-29 éves fiataloknak a 70%-a a szüleivel él, az, az elképesztő, az egy döbbenetes adat, és... Ugye vannak az újrakezdők is, akik egy vállás után nem tudnak saját ingatlant megvásárolni vagy kibérelni, és ők is átmenetileg, mintha visszamennének a Mama Hotelbe, csak aztán évekig ott ragadnak. És az, hogyha te, édesapakként vagy édesanyaként nézed a videót, és az egy teljesen természetes dolog, hogy a gyerekednek a, a legfontosabb, és őt szereted a világon a legjobban, az egy dolog. De hogyha te ezt a Mama Hotelt. Egy örökérvényi dologként tartod neki, a biztonságon túl elveszed az embernek az önállóságát. Tehát ő, ő, ő nem lesz önálló, nem fog tudni gondoskodni magáról. ugye Arról nem szól a statisztika, hogy a 70%-a a, 16-29 éves fiatalok 70%-a 70%-ának a hány százaléka élősködik a szülein. De azt gondolom, hogy ha itt egy őszinte bevallás születne, döbbenetes lenne a számadat, hogy mennyire magas ez a százalék. És te, kedves szülőtársam, hogyha nagyon szereted a, a fiadat vagy a lányadat, és szeretettel várod vissza, a, ott, ott, valahol a, az önállóságát az embernek eltépelt, tönkreteszed. Tehát nem, nem fog tudni egy idő után önálló lenni, hogyha ez a mama hotel egy bizonyos időn túl megy. Arról nem is beszélve, hogy nem fog tudni normális új párkapcsolatot kialakítani, mert nem annyira kellemes az, hogy 40 évesen hazaviszem a nőmet, de gyere halkan és vedd le a cipődet, mert, mert az édesanyám ott van a, a, a fürdőszobában, és, és zavarni fogják az indiszkrét hangok, vagy a bármi. Tehát én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha ha ezt a videót minél többen megnéznék, és magukban néznének. Mert meggyőződésem az, hogy, hogy ma Magyarországon, aki szeretne dolgozni, az tud is dolgozni, és hogyha tud dolgozni, akkor ki tudja termelni magának a saját lakhatási költségeit a saját lábára tud állni. Úgyhogy ez egy akarat kérdése, meg ez egy döntés kérdése. Nyilván ez egy nagyon kemény érzelmi döntés a szülő részéről, és a gyerek részéről pedig egy felelősségvállalás, hogy épít az idő, hogy a saját lábamra álljak. Mi a Szépen Vájál Vállás Központban nem csak a, a vállások minőségért vállalunk feleséget és foglalunk állást, hanem hanem mindenféle családi ügyben is. Úgyhogy bármilyen konzultációra tanácsra van szükséged, szeretettel várunk a szakember gárdán gárdánkkal együtt, és elkötelezettek vagyunk a, a fiatalok és az újrakezdők önállóságában. Segíteni fogunk Szépen Vájjel Vállás Központ. Szépen Vájjel Vállás Központ. Minden, amire szükséged van a vállás során és azon túl.